Sziasztok! Kettő eset történt ma. Lehet így hallani, amit mondok. Ha nem lehet, akkor is ez van. Szóval kettő eset, és olyan érdekes, nem nagy esetek, csak olyan furcsa. És gondoltam, hogy elmondom. Ezek példák majd arra, amit majd fogok utána mondani, amiről szól ez a videó, és amiért készítem. Az egyik eset az volt, hogy még kb. Egy évvel ezelőtt az egyik ismerősömet megkértem, hogy rejkizze a vesémet, mert az valaki másnak könnyebb, mint nekem. Ugye hátulra, hogy hátra kell tenni a kezemet. És hát találkoztunk, és rejkizte, de hát nem éreztem semmit. És hát azóta én is rejki oktató lettem az elmúlt egy évben, és akkor most írtam neki egy pár napja, vagy ma írtam neki, azt hiszem, hogy így az időt egyre kevésbé érzékelem, hogy most akkor múltban mi, mikor történt. És írtam neki, hogy hát én ugye akkor nem éreztem, tehát nem folyt ki rejki a tenyeréből, rejki energia, tehát valószínűleg nem jó beavatást kapott. Magyarul nem kapott semmit a rejki tanfolyamon, amit ő elvégzett, és írtam most neki, hogy akkor hát, mivel most már én is be tudom avatni, és mindenki, akit beavattam, attól teljesen egyértelműen és erősen tapasztalható volt, hogy működik, tehát hogy jön ki rejki energia a kezéből, tehát folyik át a testén, lelkén, mert leellenőriztem mindig. Tehát én, mint örök szkeptikus, mindent leellenőrzöm, többször is, általában. Tehát már így túlzásba viszem a szkepticizmus, de hát ez van. Mindig elkezdek kételkedni, törlöm. Na, szóval, és akkor új és új bizonyítékok szoktak jönni maguktól. Szóval. És érdekes. Na, és akkor írtam neki, hogy hát akkor most szeretettel beavatnám ingyen, és mondta, hogy jó, oké, tiszta, jó, majd akkor találkozunk, és akkor hogy írta, hogy délután dolgozik, délutánonként, és akkor hát írtam neki, hogy akkor valamelyik délelőtt beszéljük meg, és akkor ja, ez tegnap volt. Igen. És akkor ma pedig írja, hogy közben jött valami. Hát azért nevetek, mert már hát több ilyen eset történt. Nem a rejkivel, de más. És tehát ezek a nagy véletlenek, ugye? És akkor közben jött valami, hú, halasszuk el, így meg úgy majd elmondom, hogy mi lesz. Írta nekem, hát ezt tudom, hogy ilyenkor ebből semmi se lesz. Vagy hát így szokott lenni. És na, ez az egyik eset. Majd meg fogod érteni, hogy miért meséltem el. Na. A másik eset pedig, az, hogy azért ürögettem, mert nem szeretem, hogyha a látóteremben benne van a hajam. Nem azért, mert a kinézet miatt. Szóval ez volt az egyik eset, az ilyen hirtelen minden ok nélküli eltűnés, hogy semmi logika nem mond, nem mutatja, hiszen végre kapna egy rejki beavatást, ami igazi, nem csak áll
beavatás, amit kapott. Na, negatív dolgokról nem szeretnék beszélni. És pont amikor elkezdtem volna ezt a videót felvenni, akkor megcsörrent a mobilom, tehát amint így már nyúltam volna a kamerához, megcsörrent a mobilom, nem mondom, most mi van, nem kell elkészítenem ezt a videót, vagy mi? És hát úgy gondolkodtam, hogy felvegyem-e, mert szeretném elkészíteni ezt a videót, és láttam a mobilom, hogy 19 óra 19 perc, elmondom ezt, akkor úgy látszik, fel kell vennem. Egyébként szeretek is azzal az illetővel beszélni, aki hívott, tehát abszolút nem arról van szó. Csak már nagyon rákészültem erre a videóra, videókészítésre, és akkor felvettem, és hát nagyon jól tettem, mert nagyon... Szóval ilyen tiszta, nagyon tiszta lélek. És... Pár percet beszéltünk, de ő azt mondta, hogy nagyon jó, hogy beszélt velem, mert egy fontos dolgot kapott most tőlem. Én pedig ugyanúgy nagyon fontos dolgot kaptam tőle, ezt a tisztaságot. És ezért döntöttem így, hogy akkor ez biztos azért történt, hogy ebben a videóban már tényleg ne beszéljek negatív dolgokra. Na, pozitívan fogalmazom, tehát tényleg csak pozitív dolgokról beszéljek. Na, szóval ez egy ilyen hirtelen eltűnés volt, visszatérve a Reiki beavatásra, és a másik eset, ami szintén ma történt, így csak pár óra volt a kettő között, az is egy ilyen hirtelen eltűnés, hogy régebben két hónappal ezelőttig, tehát azelőtt két hónappal, kb. Két hónapig egy parkba vittem sétálni a kutyust, és ott volt egy idős házaspár, vagy az egyikük, vagy a másikuk sétáltatta az ő kutyusukat, és nagyon-nagyon szerettek a kutyusok játszani, ez a két kutya. És ez ment kb. Két hónapig, utána eltett két hónap, mostanáig. Akkor eddig tehát különböző folyópartokra vittem a kutyust sétálni. És ma is voltunk folyóparton, de mivel keveset voltunk, már csöpögött az eső, ezért most újra levittem ebbe a parkba. Most így este, kora este, és egyből azonnal találkoztunk ezzel a kutyussal. Tehát régebben annyira jobban voltunk így, voltam így a gazdájukkal, meg annyira szeretett egymással játszani a két kutya. Ők is örültek neki, én is, mindkét kutya is örült, hogy sokszor volt, hogy így meg is beszéltük, hogy mikor fogjuk vinni, hogy így egyszerre vigyük a kutyákat, és hogy tudjanak játszani. Mindenkinek jó, nekünk is jó, mert lefáradnak a kutyák, kimozogják magukat. És tehát mondom, nagyon jó volt a kapcsolat, jókat beszélgettünk, és a kutyák is nagyon-nagyon... semmi probléma, soha nem volt semmi probléma egyszerűen. És sőt, még volt, hogy én csitítgattam az én kutyámat, hogy hát finomabban, vagy minden, hát a másiknak a kutyájára nyilván nem fogok rászólni, pedig azt se kellett félteni. És még az a... Tehát a másik gazdi mondta nekem, hogy hagyjad, Matyi, hagyjad, tehát ezt kell neki, kacsint, adj, játszanak, minden. Mondom, jó van.
Most meg elkezdtek játszani, és pár másodperc, tehát még semmi sem történt szinte, csak tényleg elkezdtek játszani, és akkor megszólal a gazdája, hogy ezt nem, és hogy ezt nem, izé, Matyi. És akkor mondom, hogy mi van? Mondtam neki, hogy de mi a probléma, vagy mi a baj. És akkor mondja, hogy nem egy súlycsoport a két kutya. És akkor így nézek, hogy mi van? És akkor már húzta is el a kutyáját, én megfogtam az enyémet, vagy hát nem az enyém, ugye semmilyen más lény. Testvérek vagyunk, minden lényel, és ő meg már így húzta el, és vitte el a kutyáját, és nézek, hogy most megőrült, vagy mi van ezzel az emberrel, és hát aztán ugye az volt, valószínűleg ez az oka mindkét eltűnésnek, mert hát más egyszerűen nem jut eszembe, hogy milyen magyarázat lehet ezekre. Ugye az elmúlt hetekben, talán egy-két hétben sokat rejkiztem ezt a testet, ezt a testet, meg ezt a lelket. Ezt a lelket és ezt a testet, meg mindig ez a sorrend, ez nagyon fontos. Minden így, tehát a lélekből megy sokkal inkább a test felé. A lélek alakítja sokkal inkább a testet, lélek hat sokkal inkább a testre, mint vissza fele. És tehát sokat rejkiztem, ahhoz képest amennyit szoktam. És ennek tudom tulajdonítani, mert ilyeneket is csinál a rejki. Tehát ezt már tapasztaltam több esetben, hogy amikor így hirtelen többet rejkiztem magamat, hát ugye a önmagunk, az tökéletes, teljes fénylény. Tehát azt nyilván nem rejkizzük. Csak ezt az adott lelket és testet, amit most éppen használunk. Na, rövidre fogva a szót. Hát így eltűnt a fazon, néztem, hogy mi van. És hogy csinál ilyeneket is a rejki, én ezt tapasztaltam. Ezt nem mondta senki, azt hiszem. Szóval csinál ilyeneket, hogy mivel ugye, ezt csak gondolom, hogy azért csinálja ezt, mivel ugye a lelket tisztítja. Ez egy változás. Változik a lelkünk, akkor változik az életünk is, mert hát abból ered az életünkre, az hat a lelkünk. 100%-osan. Meg hát mondjuk, amit még eldöntöttünk a inkarnációnk előtt, bizonyos dolgokat, meg ennek a keveredése, meg mit tudom én, és hát ebben, hogy változik a lelkünk, ezáltal változik az életünk, ebben az is beletartozik, hogy az ismerőseink is változnak. Ugye aki tud, meg akar, az változik, aki nem akar ugyanabba az irányba menni, mint mi, az pedig így puff, így eltűnik, így megszakad a kapcsolatunk. Vagy ő megy el, vagy pedig mi mondjuk azt érezzük azt magunkban, hogy fú, de nem szeretnék most már találkozni ezzel az illetővel, és így ó, most mit csináljak? És akkor, hogyha bátrak vagyunk, és a bátorság az döntéskérdés, ez nem születik senki úgy, hogy most bátor vagy gyáva, vagy mindenki bátornak születik, mert az a normális, hogy nem félünk. Nincs is mitől. Tehát a félelmeink 99% az irreális, egyszerűen nem történik meg. Legalábbis én ezt tapasztaltam. És nem tudom most föntebb venni ezt a kamerát. Na. Szóval, rövid legyen ez a videó. Ezeket a változásokat nem szabad sajnálni, hanem pont, hogy még jobban beletaposni a gázpedálba és menni előre, mert
az eltűnő ismerősök helyett sokkal pozitívabb, intelligensebb, fejlettebb. Úgy mondják egyesek, hogy magasabb szinten lévő, de nem szeretem ezt a kifejezést. Új ismerősök fognak jönni, és tehát azokkal sokkal jobb lesz. Ezt tapasztaltam. És viszont szokott lenni egy köztes időszak, amikor nincs senki. Ez kicsiben is van, meg nagyban is. Ugye minden ugyanúgy működik kicsiben, mint nagyban. Tehát akkor már csak egy dolgot mondok el, és akkor befejezem. Hogy amikor... Tehát nekem sok időszakom volt ebben az inkarnációban, mert na mindegy. És az egyik időszak az egy materialista időszak volt, kb. 8 évvel ezelőtt ért véget, és akkor elindultam egy kereső úton, mert történt velem egy olyan dolog, amit addig azt hittem, hogy lehetetlen, és akkor utána elkezdtem keresni, hogy hát mi volt ez, és stb. Most lerövidítem a dolgot. Az a lényeg, hogy megszakadt minden kapcsolatom. Tehát nagy ismeretségi köröm volt, mert egy ilyen nagy bulizós voltam, meg ittam mind az állat, meg stb. Cigi, kávé, gyógyszer, minden. És fú, meg nagyon nem jó dolgokba is belekeveredtem, hogy finoman fogalmazzak, és... Na, ezt nem tudom, hogy most akkor ott vigyázott rám valaki, mert nagyon sok olyan helyzet volt, hogy... Na mindegy. Rövid legyen az a videó. Amúgy személyesen szűkszavú vagyok, ez bármilyen hihetetlen is, de így van. Összes ismerősömmel megszakadt a kapcsolatom. Volt, akit... Én is már, tehát egy új útra léptem, egyszerűen nem volt összeegyeztethető, hogy én továbbra is velük találkozzak, és a többi nem. Szóval talán te is tapasztaltad, hogy egyszerűen van egy olyan pont, hogy már nincs miről beszélni, mert annyira más, ugye megváltozunk, tehát nem érdekel minket a politika, mert átlátjuk, hogy ez semmi beleszólásunk nincs, ez magasabb szinteken dől le. Na, ezt a témát is befejezem. Stb. Stb. Meg a való világ, Jézusom, ezt egy valóságshow, mi ez? Szóval az aztán végképp nagyon messze van a valóságtól, annál messzebb nem is lehetne, tehát az ilyen jelentéktelen és haszontalan és káros és negatív dolgok már nem szeretnénk belefolyni, és stb. Egyéb dolgok miatt megszakadnak a kapcsolataink, már nem kérünk belőle. És nekem megszakad minden ismeretségi kapcsolatom, egy olyan párkapcsolatom is, ami akkor volt, és én azt hittem, hogy ez egy nagyon jó párkapcsolat. Na mindegy, ezt a témát is lezárom, és kész voltam, én kínlódtam, szenvedtem a magánytól. A magány az az elmének a kitalációja. Az egyedüllét az egy állapot. Az, hogy ezt mi elnevezzük magánynak, az egy kitaláció. Ez egy csodálatos lehetőség. Na, ez az a köztes állapot, amit említettem. És akkor ennek a köztes állapotnak a vége felé olvastam Alaétől azt, hogy azt írta, hogy vannak ilyen időszakok, amikor az ember egyedül van, és van, amikor meg sok ember veszi körül, és mindkettő időszakban lehet fejlődni. Azt hiszem más dolgokban, de mindenképpen hasznos mindkettő időszak, úgyhogy ezt ki kell használni, és nem siránkozni kell. És így visszatekintve sokkal jobban kihasználhattam volna ezt.
hiszen ugye biztos te is voltál úgy, hogy már szerettél volna egy kicsit pihenni, egy kis csöndet, egy kicsit ne vegyenek már körül emberek, egy kis nyugalom, egy kis hagyjon már mindenki békén, ne kelljen folyton alkalmazkodni, meghallgatni a másikat, tötterettel, egy kis hagyj legyek már egyedül. Biztos te is voltál így. Akár még a párodtól is, vagy bárki szerettettől, hogy ú, de jó lenne, hogyha még mindig hallgatni kell, amit mond a fenébe. Nem kell. Mindig, amikor kimondjuk ezt a szót, hogy kell, jusson eszünkbe, hogy semmit sem kell. Soha. Minden a mi döntésünk. Ne hibáztassunk senkit. Szóval... ennyi. Ennyi. Nem fűzök hozzá tanulságot, okoskodást, hanem te vond le ebből a következtetéseket, ha akarod, csinálj, amit akarsz. Szia!